Rekordokat döntenek a gyümölcsárak a szakemberek szerint. Az 1000 forintos sárga barack és a 800 forintos alma kilónkénti árát az idei gyenge termés, az olcsó helyettesítő import kiesése, illetve a munkabérek növekedése okozza. A következő 5-10 évben is drágulással kell számolni. Egymás után érkeznek a gyümölcsosztályra a vásárlók ebben az üzletben. Noha sokan nézegetik a barackot, de egy gyors gyümölcsmustra és árellenőrzés után tovább is sétálnak. Meg szoktam nézni, katasztrofális. Például idén málnát nem vettem, ribizlit nem vettem. Nem is tudom megvenni, mert most jöttem, hát olyan árak, hogy hát nem fér bele a nyugdíjamba. Sárga barack 1000 forint, akármerre megyünk 700-800 ezer, úgyhogy... A sárga barack kilója itt akciósan 999 forint. Ezek a felvételek már egy budapesti piacon készültek, az árak itt picivel barátságosabbak. A gyümölcsök ára összességében elszállt, ez a KSH legfrissebb inflációs jelentéséből is látszik. Az alma 89, a citrom 45, a narancs pedig 43%-kal került többe, mint tavaly. Az Agrárkutatási Intézet elemzése szerint egy év alatt legjobban a kajszi, az alma és az őszi barack drágult. Ez utóbbi kettőnek az ára több mint duplájára emelkedett. Most inkább ez a kiugró mérték az átlagos árakhoz képest. A privát bankár 13 éve kíséri figyelemmel a gyümölcs árának változását, ők sem tapasztaltak ilyen mértékű áremelkedést. Elemzéseik szerint legjobban az alma ára szökött fel, viszont jó hír, hogy a banán kilója például évek óta 400 forint körül mozog. A dinnyét figyeljük még ebben az időszakban. Kiemelten, ahol szintén most kezd megjelenni a magyar termés, az előző havi árfelmérésünkben nagyjából 200 forint körüli árat láttunk kilónként a dinnyénél, most már mindenhol kezd megjelenni a hazai termés, ez sokkal inkább a 120-180 forint körül kilónkénti árra megy le. Apáti Ferenc úgy fogalmazott, az egész Európát érintő tavaszi fagyok miatt néhol csak a termés harmadát tudták leszüretelni, a csökkenő kínálat pedig áremelkedést okozott, ahogy az olcsó helyettesítő import kiesés, illetve a munkaerőköltség emelkedése is. Hozzátette, prognosztizálni nehéz, szerinte a kínálat függvényében a gyümölcsárak erősen hullámoznak majd. 5-10 éves távlatban ez a hullámzás összességében felfelé fog irálni. Óhatatlan, hogy dráguljon a gyümölcs, mert drágul a termelés is. A munkaerő árának emelkedése és az időjárási káresemények elleni technológiai beavatkozások nagyon jelentős költségei miatt. Ránézésre a két alma között túl nagy különbség nincs. Az egyiket egy hipermarketben, a másikat pedig egy piacon vásároltam. Ennek 700, ennek pedig 400 forint volt kilója. A szakemberek azt mondják, hogy a gyümölcsárak tekintetében a jövőben csökkenés nem várható, inkább növekedés. Éppen ezért érdemes megnézni, hogy hol vásárolnak.